Egyre több felkavaró felvétel lát világot arról, hogyan kényszerítik a kárpátalja és más ukrajnai területekről a férfiakat a hadseregbe. Szakértők szerint ezek a képsorok is azt igazolhatják, hogy nagy bajban van az ukrán hadvezetés. Valószínűleg sokkal nagyobb az emberveszteség, mint amit hivatalosan elismernek. Beszámolók szerint beteg, sérült, rokkant emberek is áldozatul esnek a kényszer, kényszer sorozásnak. Szakértők szerint az ukrán vezetés már többször bebizonyította, hogy érzéketlen a kisebbségek problémája. Álljára. Így a magyarok is nehéz helyzetben vannak Kárpátalján. Pályaudvarokon, benzinkutaknál és piacok közelében is zajlik a kényszersorozás Ukrajnában. Az erről készült videók folyamatosan kerülnek fel az internetre. Az elmúlt napok egyik legmegrázóbb felvétele a közép-ukrajnai Cserkasziban készült, ahol egy családi házból kisfia szeme láttára ráncigáltak ki egy férfit a katonák, miközben a felesége azt kiabálta, a férjét erőszakkal viszik el a frontra. Kárpátalján is rendszeresen készülnek ilyen videók. A kijevi vezetés ugyanis Kárpátaljáról a lehető legtöbb embert akarja besorozni, hogy velük pótolja a hadsereg veszteségeit. A helyiek szerint belső Ukrajnából jött az a több száz rendőr és katona is, akik csoportosan gyűjtik be a férfiakat. A módszereik napról napra erőszakosabbak, gyakorlatilag embervadászat zajlik Kárpát alján. Bár hivatalos adatok nincsenek, becsések szerint rengetegen meghaltak már a háborúban, ezért is zajlik a kényszersorozás. Jól látszik, hogy a társadalom megszenvedi ezt az időszakot, erről a századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. André úgy fogalmazott, ez különösen igaz a kárpátaljai magyarokra. A civil lakosság mind a két oldalon ezt megszenvedi. Talán a háborúnak a megítélése egyik országban sem olyan lelkes, mint azt a politikai vezetők próbálják mutatni és látjuk, hogy Kárpátalján ott a magyar honfitársaink, a magyar nemzettestvéreink is megszenvedik ezt a helyzetet. Ebből a szempontból különösen érdekes, hogy az hogyan fog alakulni a következő időszakban de az akció szinte valamennyi kisebbséget érint. A kényszersorozásnak azonban nem lesz meg az eredménye, hiszen olyan embereket is bevisznek, akik nem képesek harcolni. Erről pedig már Somkúti Bálint, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója beszélt. Az így erőszakkal besorozott emberek, azok nem fognak jól harcolni, hiszen nem akartak eleve elmenni, vagy nem is tudtak volna elmenni, hiszen több esetben van arról hír, hogy, hogy mozgássérült, vagy akár szellemnek sérült embereket is berángattak, és, és gyakorlatilag erőszakkal beöltöztettek. Ugye ez tipikusan annak az országnak a annak az országban szokott ez megjelenni, ahol már nagyon komoly embererőhiány van. Miközben Ukrajnában sorra viszik el erőszakkal harcolni az embereket, a nyugati országok is bekapcsolódnak a harcba, sorra ajánlanak fel tankokat. Szakértők közben rámutatnak, mindez felelőtlen lépés, miközben Ukrajna súlyos korrupciós válsággal küzd. Nemrég ugyanis kiderült, az ukrán védelmi tárca a túl magas áron a piaci ár három négyszereséért szerzett be élelmiszereket a hadseregnek. A botrányt leváltási hullám követte, magasrangú ukrán tisztviselők jelentették be távozását. Csak hogy a legtöbben nem tartják hitelesnek az elnök által elrendelt tisztogatást sem, főleg azután, hogy egy olaszlabb beszámolója szerint tavaly nyáron Volodymyr Zelenszki toszkánai villáját orosz bérlők vették ki, miközben a két ország már háborúban állt egymással. Elemzők szerint Volodymyr Zelenszky feláldozta korrupt felső vezetőit cserébe azért, hogy a nyugat tankokat küldjön. Úgy fogalmaztak, minden jel arra utal, hogy az ukrán felsővezetést nagyon gyorsan kellett megtizedelnie az elnöknek. Nem várhatott azzal egy esetleges, békésebb időszakra.